Pisti! Eneba, több mint 10 000 digitális címmel és folyamatosan bővülő palettával szolgáló digitális áruház. Hihetetlenül jó árak, általam és sokak mások által megbízhatóra tesztelve. Leírásban a link, menj rá, nézd szét! Pisti kóddal 3% leesik. Na hát szevasztok srácok, sok szeretettel, hello mindenkinek, itt vagyunk Monakóban Istvánnal, szevasz István, hello! Szevasztok srácok, a monakói hercegségnek a területén, god damn it! Ott vagyunk. Itt vagyunk. Nem lesz egyszerű mutatvány srácok, annyit az elárulunk. Nem. Nyugodtan mondd, amit mondanod kell, Pecsik. Na, hát az van, hogy mentünk rajta jó néhány ilyen kis gyakorlást, ilyen 3 körösöket. Hát srácok, azért ez gyilok ez a pálya. Nagyon izgalmas lesz a verseny. Full izén játszunk, mi a nevén, Dynamicon, tehát bármilyen idő is lehet. Úgyhogy gyakorlatilag fel van nekünk adva a lecke. Főleg nekem, aki bizonyítani szeretne már a Red Bullnak, hogy azért nem véletlen szerződtettek, pont ezért vettem fel egy mercis pólót is. Azaz. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy lesz, de itt egy kis falérintés és vége, úgyhogy itt aztán én is keveset fogok pofázni. Igen. Én nagyjából a tabella ilyen 6.-7. helyén vagyok, valahogy úgy emlékszem. A Red Bull is talán valahogy úgy, azt hiszem, hogy talán kicsit följebb, úgyhogy én is nyilvánvalóan a pontszerzésre megyek, nyilván mire másra mennék. Azt beszéltük, hogy nagyon fontos lenne egy pole pozíciót szedni össze a időmérőn, mert srácok, itt előzni, hát... Igen, de nem olyan könnyű itt egyébként. Tehát itt például az AI 68-as szinten sokkal erősebb. Igen. Vagy mi vagyunk bénában. Itt konkrétan kijön az, hogy 1 másodpercen belül nem is tudom mennyi helyzet volt. 10-15? Igen. Tehát, hogy így nagyon durva. Ez a szinthez képest. Még egyszer mondjuk 68. 68-as, jó. 68-as a szint. Ez nem változott semmit. Úgyhogy meglátjuk. A legjobb idő, amit mentünk, az ilyen 1-13 körül volt valahol, igen, nem? Igen. Úgyhogy végülis annyira nem tré, de azért na, vannak még hibák itt ott amott. Úgyhogy... Nagyon kellene a pole pozíció, 1-2 kéne megint, srácok. Azaz. Ami egyébként minden esélyünk megvan, csak mondjuk, aztán meglátjuk, hogy ténylegesen ez így lesz-e. Közben elkezdtem az első mért körömet. Aha, az kemény. Na, nagyon nehéz ez a pálya. Igen. Jó. Én is most fogom megkezdeni. Hajrá. Köszi neked is. Olyan lassúnak tűnik, amit nyomok, de... Enyém is, ne aggódj! Bottas 1.14. Aha. Elszartam. Én is. Túlcsúsztam. Hát akkor ez új. Egy mértek, ez még nem lesz rossz. De... Nekem már invalid. Túlcsúsztam jó, kicsit. Jó, kimért, úgy hallom. Invalid. A cat! De olyan kurva hangos a fülesre ez a játék. Na, gyerünk! Ez most nagyon óvatos, srácok, ez a kör. Borzasztóan óvatos. Lesz ez még jobb is, csak bele kell rázódni. Borzasztó korai féktáv. És oda is érintem, nagyszerű. Hát legalább egy mért körünk lesz, de ez... Ó, jó gyerek! Borzalom. Hát szerintem én ezt nem is nyomom le, visszamegyek a boxba, mert már izé szány gebasz van, úgyhogy... Végig sem nyomom a kört. Na. Jó, kezdődik! Hát ez egy nagyon biztonsági kör. De már befejezem. Legyen legalább valami. Vágom. Én is úgy voltam vele, csak oho! Aztán... Oho! Jó az! Nem, egyébként még nagyon az elején vagyunk. Még mindenki fog menni sokkal jobban. Sokat, most nagyon sokat végig is ki fog menni. Be kell biztosítani az első helyet, mert... Itt nem akar az ember tényleg, forgalomba lenni, mert ez... Az lenne a legjobb tényleg, hogy 1-2, és akkor rájuk tudnánk nagyjából zárni. Igen. És azért kimaxolnánk a pont lehetőségeket.
De azért itt higgyétek, hogy nagyon nehéz. Na nézzük! Utól fogom érni. Ó! Na nézzük azt a gyors kört. Hajjá. Kell egy, most már nagyon kell egy. A bózkodás megy folyton. Nyilván itt van egy merci ebben a pillanatban. Bazd meg, aha, jó, akkor ez ennyi, utolsó hely. Baszki. Hát ennyi, nem baj, elnéztem. Na gyerünk, nézzük. De miért nem tudod nézni? Na most, jó, megvan, nyomjad. 15 másodperc, 4, 3, be fogsz érni simán, 2, 1, éppen, hogy beérsz, nagyon jó. Na, jó, beérsz, hú, de jó. Te kibasszáló! Tökéletes stratégia. Igen. Már dobtam el 4/10-et mondjuk. Jó, ez szép volt. Jó az. Fordulj, te szar! Közben Vettel, nem, semmi. Tehát, hogy 1.13.9. Elvette, jó van. Nem baj, Vettel 1.13.9, úgyhogy 7 tizeddel vagy jobb náluk, úgyhogy bőven rendben van. Jó, most már ezt nekem úgyis elvette. Persze. Figyeld. Bum! Azaz. Milyen jó. 3 perc javítás. Mennyivel jobb lenne, ha úgy kéne menni amúgy. Na nézzük! Most hogyha lehetne szabály szerint csinálni, nagyon szívesen nyomnék egy box kiállás nélkülit. Ja, tehát muszáj ugye kiállni. Igen. Úgyhogy pedig most bevállalnám nyilván. Az lenne az egyedüli esélyem talán a pontszerzéstől, mert így, hát srácok, én őszinte leszek veletek. Pont nem nagyon lesz most nekem. Nézzük, eső. Meglátjuk. Na az gyönyörű lenne még, mert Dynamic-en van, srácok, jaj, az ne, idő. Hogy eső legyen. Utolsó helyre! Oh. Na jó. És ha nem, jaj. Ez tesó, ez heavy rain. Basz meg, nem is inter. Jó, hogy tes. Srácok, egyszer mentünk egyet, és bat katasztrófa volt. Na jó, hát ugye start rész akkor. Viszont így nem kell kimenni a boxba. Fúha, figyelj, ez előnyömre is fordulhat, de az a baj, hogy nagyon szarul megyek ezen a pályán esőbe, srácok. Hát, szerintem itt senki nem megy jót. Na majd. Na nézzünk egy formation-t. Yeah. Jó, tudom, ez eddigek alapján, amit láttatok, amúgy sem megyek róla a pályán, de higgyétek el, amikor gyakoroltuk, akkor jobban ment ennél az egy fokkal. Fú. Na próbáljuk a... Hé, Gasly, mi van? Miért? Tesó, most megálltak itt az autók az út közepén, ez mi? Bottas is? Lehet visszatették már őket, tudod? Há jó. De ütköztek, vagy valami. Megőrülök. Kicsit Fettel. Le fog maradni. Engedj már vissza!
Atya Isten, srácok! Na, ha valami, akkor ez a szívás. Ez borzasztó lesz, igen. Azt sem tudom, hány kör. Legalább láttok ilyet is most, úha! Hát az van, hogy nekem igazából, hogy mondjam, kvázi nem osz, nem szoroz az eső. Hát ugye? Ezt én szoptam meg igazából. Erre akarok kiukadni, igen, mert neked még meg is volt a lehetőséged, illetve meg is van még mindig, de örülj neki, hogy első helyről indulsz, annak örülj. Tehát azt tudod majd tartani szerintem simán. Hát, de jó, hogy nem. A rajt, az első. Igen. Az első kanyar. Fú, hallod, a visszafordítónál nagyon óvatosnak kell lennem. Igazából most neked is elkezdtem mondani, ezt rájöttem, hogy neked amúgy nem. De, az a baj, a féktávokkal sem vagyunk tisztában így. Nem, én azt csinálom, hogy jóval, én már a legelső táblánál, én már fékezek, ezt fogom csinálni. Aztán majd meglátjuk. Hát igen. Én is inkább arra megyek, hogy az első tízben maradjak benne. Nincsen, hogy kiessek, mert nem ez lesz a látási viszony, így. Látjátok, tehát, hogy... Igen, nekem az viszont jobb azért, hogy egy-két ember előz csak meg. Hú, srácok. Ajjajjajjajjaj. Melegszik így egyáltalán ez a gumi amúgy, bazzeg. Na! Fú, srácok, na ez brutál! Tehát ezt én nem számítottam rá, hogy be fogja adni az esőt, de hát... Volt olyan gyakorlókörünk, amikor az esőt az időmérőn adta be, srácok. Na, az is gyönyörű volt. Na most kórítva volt elképzelése, nem baj. Fúha! Hajrá! Hogy álltam be, te jó Isten! Hajrá, Pecsik! Itt előzzél, bazzeg! Igen. Most jön, sőtök, mindjárt visszafordító. Vigyázz! Ott megállnak, konkrétan meg szoktak állni. Azért megyek ilyen lassan. Látjátok? Itt ez van. Mi van, hogyha én itt bepofátlankodok? Na jó, nyugi! Nyugi! Te szarházi van! Nagyon! Nem tudok képzelni, mi történt ott. Fél, nem voltam szerintem szabálytalan. Annyira. Ilyen pestiesen. Úgy, az volt! Bekéreckedtem. Itt nem előzünk. Bocs, látszok, hogy ilyen lassan megyek, de hát ez ilyen. Nem, ez olyan! Íj, basszus, nyugi. A célegyenesre ráfordító kanyarba nagyon vigyázz, nagyon csúszik. Jó, köszi. Ahogy ráléptem a gázra, forgott ki a hátulja. Aha. Baszik, nem látok! Ez gyönyörű volt. Húha. Ne. Már van front wing damage-em. Nyugi. Nem fordult be. Ez a tempó, srácok! Ki? Warningol? Jó, csak warningol. Jó. Nekem is van front wing damage-em. Nekem szerencsé ilyen apró... Bááá! Nem sokáig. Hű, hallod? Igen. Na. És
nekem, csak az a baj, hogy tudom, nem a legszebb vezetés ez tőlem, de nem látom konkrétan a pálya szélét az esőbe. Itt nem szabad beszúrni egyáltalán. Itt lehet tök jól előzni, csak hát nincsen tapadás. Hoppá, hogy felgyűlt az izé mezőny már megint. Igen, ez én voltam most. Aha. Jaj, de itt van mögöttem. Hol találnak ilyen jó tapadást amúgy a botok, te jó ég? Én nem tudom. Rajta is rajtad vannak? Nekem sincs lószal semmi. Olyan tojás fiakon megyek, bazzeg. Nem tudok elfordulni. Aha. Miért nem piros zászlóznak? Úgy örülnék itt az első helyen. Igen, igen. El is kellett emelnem, mert... azért nekem nagyon nincsen tapadásom most a jobb oldalon. Igen, ők marha jól megtalálják a tapadást, bazzeg. Kigyorsításnál is, hogy minden. Azaz. Feltartom amúgy a mezőny, de hát... Jó, hát tök mindegy, igazából osztat nem érek vele, mert nem tudom utolérni. Nem tudjuk itt. Olyan... A padlónál már dobja ki a seggét. Persze. Ahogy 35-tel fordulok el. Én is ugyanúgy, ugyanúgy. Jó, akkor nem vagyok túl lassú ott. Nem, ez ennyit tud, hát most... Jó. Azt mondja, még 20 percig ez a erős eső. Igen. Jó pofa. Bazd meg már. Nekem azt mondta, hogy nem fog ez elállni. Ja. Ez borzasztó amúgy. Az. Elképesztően rossz, maga is tudja. Ez valami elképesztően rossz, maga is tudja. De maga is tudja. És így nem tudja, figyelj. Nem. Szerinted, ha tudná, ment volna. Rott életbe, fordulj már el. Na, most valami 50-nel vettem be a kanyarot. 48. Szép vagy! De ez a kétszer átfordítós, tudod, amit mondtam. Na, az jó. Én most bepofátlankodok itt. Tehát, te soha előzni esélytelen, tehát... Kaptam egy warningot is. Hát én meg úgy megyek, mint a kivezető körön. Gyerekek! Aha.
Hanyadik volt? 18. Ha tudtam volna, hogy ennyire kell az első hely, basszus. Időmérőm. Óvatosabban megyek. Hát de basszus, ha beszéltük is, hogy muszáj. Tudom, de... Nem tudom, hogy egy pillanatra elgondolkodtam azon, hogy mert az utol fogom érni a gyors körömön, és meg lett a baj. Jó, mindig igazából a pontszerzésnél már lemondtam, amikor kiderült, hogy ez van. Mert ez így, ez tartatlan ez az állapot. Nem tudom őket megelőzni sehol. A visszafordítónál, tehát én sehol nem tudom őket megelőzni. A pont itt van előttem Russell 17-en, és 16-on Hülkenberg, bocsánat. Kint értél, úgy hallom. Igen. Baszki! Ne, löplek, elment mellettem. Hoppá. A pöcsömér akarom. Basszus, na hát itt tényleg nem lehet semmit látni. Nem. Ez nagy hiba volt, néztem volna hátra, és abban a pillanatban kezdte el kidobni a seggét az autó. Fú, srácok. Hát tojás héj. Szerintem ez most ilyen elképzelhetetlen lehet számotokra, hogy mi megyünk ilyen pöcs tempót. Igen. De az a durva, hogy ők nem mennének ám ilyen tempót, mert Leclerc most úgy elhúzott tőle, mint az állat. Vágom. Megtalálják a tapadást, bazzeg. Jaj, de hogy látnék kicsit. Hol találja meg a tapadás? Hát nincs. Igen. Tegyél fel egy szoftot, tesó, menj be. Jó, mindjárt. Uff, az mit menne? Azaz. Egészen semmit. Korcsolja. Atya Isten. Mhm. Hülkenberget, ha meg tudnám még enni, nagyon kíváncsi lennék, hogy rá tudnék-e menni a mezőnyre. Utol tudnám-e érni őket a verseny végéig, tudod? Aha. Élvezet lehet ezt nézni, srácok, de hát ez most ilyen. Játszani is sem élvezet, nehogy ezt higgyétek. Éppen, hogy csak érintgetem a pedálokat. Igen. De hallod, Leclerc úgy eltűnt előlem. Azt a kurva. És nem értem. Kemény. Hogy megy majdnem másfél másodperccel jobb kört, mint én? Nem tudom, tényleg kemény. De csináltam egy nagy fasságot. Torpedóztam egyet. Lehet valami. De hát nem tudok máshogy bazzeg előzni, hát hogyan? Persze, a bal első szárny piros, de amúgy teljesen mindegy, mert úgy sincs tempó, tehát nem is érzem amúgy a hiányát a szárnynak. Mondjuk ez igaz. Szóval ez így jó, csak nem az, csak hogy hogy a francba kinét előzni ebbe a körülménybe máshogy. Ezen gondolkozok, hogy mert Hülkenberget is megenném szívesen, van olyan szitu, amikor annyira érzem, hogy feltart, hogy lassabb, mint én. Néha már elvesztem az eszem így a vágom. Verseny felénél már kezdem unni ezt a dolgot. Türelmesebbnek kéne lennem, de... Mert látom, hogy ott van a mezőny, az, hogy már annyira elhúztatok, hogy itt is milyen lassú. Jó, megkaptam a 3 másodperces büntetést. Hát itt érzem. Te is érinted a falakat néha amúgy? Én sajnos vagy néha igen, mert nem látom az esőtől, hogy... Én hál' Isten látom, mert Leclerc úgy elhúzott. Itt hagyj helyet, hagyj helyet! Leclerc-et nem látom. Na. Hagyott mondjuk. Ez brutál, srácok, ez egyszerűen brutál ilyen környezetben előrébb jutni. Minden. Ne! Ne! Oh! Kopik a gumi? Vagy mi van már? Ne, és így beszúrja! Menjél vissza a helyedre, úgy, és ne lökjél ki, légy szíves. De nekem jön ő is.
Basszeg! Á, kész, elmennek mellettem, tesó, kész. Nem tudom, most valamit nagyon elbaszok itt. Á, mindegy is. Hát a szárny mégiscsak ennyit számít. Jó, jó üres, azért szúrtam. Itt a szárny nagyon van. Az alagútban nagyon hátrányban vagyok ezzel a szárnyal sajnos. Igen. Ott az nekem szopó. Most még 11 körben ebből a borzalomból. Zárt. Kérdés, stabilan második vagy? Igen, de 3 másodperc a büntibe. Úgyhogy az ilyen harmadik, negyedik hely inkább. Nem baj, legalább hoznék egy kis pontot, csak hát azért még nagyon sehol nem vagyunk. Aj, Istenem. Az eső, ez megbaszott minket rendesen. Igen. És nem is múlik el. Nem. Nem, még hogyha egy light rain lenne. Vagy csak váltaná át light rainbe. Igen. És akkor mindenki tactics, tudod? Ja. De kár ott az a hibáért bazzag az időmérőn, azt a mindenit. Srácok, én is látom, hogy van üzemanyagom bőven, csak annyiszor nem teszem rá, mert egyszerűen úgy még jobban kipörög a hátulj az autó. Igen, mert... igen. Jajj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 
meg amúgy. Én ki nem megyek most Frontwingért, srácok. Nem fordul be már. Nem fordul be, le is szakadt a front wing, jól van. Hú, srácok, ez... Jézus! Hát... Jó, nem persze. Hogy most jön az alagút, az majd gyönyörű lesz így. Miért nem megy ki mindenki a picsába a boxba? Igen. Hogy elfogadnám? Hát jó, ugye? Azaz! Á! Kész az... Bemondja a rádióban, hogy hello, Jeff vagyok, nem kéne többet levágnod a kanyarokat. És így visszamondanám, hogy Jeff bazd meg, hát jó, nem tudom őket nem levágni, tehát hogy... de jó! Gyerünk! Uff! Annál jobb nem is lehet. Mhm.
Hoppá, nem nagyon kerültem ki azt a puklit. Amennyire vártam ezt a Monakót. Igen. Igen, hát én annyira nem. Mert ez srácok az Ultimate Challenge. Hogyha itt jól mész, akkor gyakorlatilag bárhol. Úgy jövök vele. Kb. Ó, bazzeg. Ne! Még 3 másodperc bünti. Most én is kapok. Így van. Hát akkor én már ki is megyek srácok a boxban, mert ezen a ponton már tényleg nincs értelme itt már tartani. Már kimegyek, aztán végigmegyünk a pályán, de ez ennyi. Nem tudok úgy csinálni már. Ott van még egy. Tehát teljesen mindegyiség igazából, mert pontszerző úgy se lehettem volna. Tehát, hogy na, kimegyünk, aztán legalább normálisan tudom menni, mert ez már tényleg borzasztó. Hó, te jó gyerek! Hú! Tóli sért megint Fettel. Összesen 6 másodperc büntén van. Az fasza? Az csodálatos, kedves István. Hát én már meg se szólalok inkább, én itt annyit bénázok, hogy nekem ez sajnos nem adta ki, de hát ez van. Persze. Nem mehet minden jól, úgyhogy... Hát én csodálkozom, hogy eddig bírom. Mármint, hogy itt vagyok a pályán még mindig. Aha. Ó, mennyire jobb szárnyal! Feltarthatod Leclerc-et, ha gondolod. Ja, hát az utolsó, hogyan? Ja, hogyan? Ja, értem. Hol vagy? Most vagyok a lejtőn, ahol ki kell kerülni a puklit. Amúgy a szabályos lenne, hogyha én most is feltartanám? Tehát azért ez kicsit izgalmas. Nem. Szerintem sem. Hányadik vagy most? Második? De ilyen negyedik, ötödik leszek. Aha. Hát jó az, bazzeg. Nem baj, én azt nézem, hogy a pályán tudok-e maradni. Persze, hogyne! Fordulja. Ó! Hú, srácok. Hát hányom el magam most már mindjárt. Jobb a pálya, mint volt pár másodperc, pár perc ezelőtt. Hát, szerintem neked mondja, hogy na jobb, mi? Hülye gyerek. Nekem mondja, mert hogy végre úgy mehetek, hogy látok is valamit, tudod? Meg van szárnyad. Az. Na jobb, mi? Jobb, mi? Faszfej. Te hülye köcsök, te. Sokba kerültél nekünk ma, te. Barom állod, te. Nem voltam megérős ma. Faszos. Faszos! Te Isten barma, te a idióta időmérőddel, te! Te hülye, te! Te hülye, te! Fasz, hülye, fasz! Vége. Nem, nincs vége, de... De lassan végem. Sárga mindkét szárnyam. Jaj, de szeretjük azt! Na, igen. Én itt mentem az én... Jaj! Majdnem megint lesárgítottam az én is. Ne. Barna. Mi csináljak? Varringónak itt? Jó gyerek. Ó, na jó, vége nekem. Dehogy is. Hát 5 másodperc penalti. Hoppa, safety car, tesó! Megkínáltam most, tudom, hát... Jaj, ez neked van. Á, mindegy, nem, el sem tudod képzelni, hogy mi történt. Hát, erre kíváncsi leszek nagyon. Mentem nem a mondom. Falnak. Ja, igen. Neki mentem a falnak, utána meg mindenki nekem, és így tuk, és már szembe voltam utána a forgalommal. Gyönyörű. Hát, srácok. Kb. Olyan 10-15 másodperc büntén van. Azt mondja, hogy érjem utol a safety car. Na. Ne! Ez a...
És ez egy kör alatt, hihetetlen amúgy, hogy, sőt nem is egy fél kör alatt ekkorát változott minden. Mármint, hogy így a helyzetem. Elképesztő. Oda basztad, az történt, hogy siettem vissza a box utcába, és a zalagútba eldobtam. Igen. Nem mentél be a boxba? Nem mentem be. Ja, mondjuk neked minek is. Hát egy kicsit sárga most a bal első szárnyam, de én tesom már leszarom, tehát hogy az már semmi. Hát srácok, én küzdöttem, ez történt, ami történt. Hogy innentől mi fog történni, az egy nagyon jó kérdés. Feltehetően semmi. Igen. Hát öt kör alatt én ott biztos nem fog tudni már izé pontszerzőre felmenni. Nem. Ezen a pályán alapból nem, sárga szárnyal alapból nem. Nem. Ajajajajajaj. Hát nagyon sajnálom, de igazából pontot nem szereztem volna, mert ilyen 10-15 másodperc bűntim volt. Ó, basszus. És hetedik hely és safety car, tehát hogy így... Hol van az istenvert a safety car? Ja, látom. Te hol vagy? Ja, látom. Fú, hát... Nézzük Istit, hogy... de ez kegyetlen ez a pálya. De... Ez nagyon. Fú, gyerekek. Kegyetlen. Én utolsó fogom érni a safety card. Ja, úgy nem. Vagy hát nem tudom, lehet bevárnak ám. Nyomjad csak neki. Most ők vannak ott a 3-as kanyarba. Hoppácska. Vagy hát nem tudom hányas. Ó, tök mindegy, amúgy már 10 másperc és büntet is kaptam most ezért. Látom. Úgyhogy nekem már igazából tök mindegy, meg amúgy meg... Van egy másik szektorom, ami a leggyorsabb, annak így örülök, az kész, hogy itt tudok felmutatni a versenyen. Srácok, így múlik el a haza dicsősége. Az előbb még a második helyen ott mendegéltem. Kemény, nagyon. Elképesztő. Ajajaj. És még mindig kint van a safety car, és nem is mutatná, hogy lekapcsolja a lámpáit. Hát az most a végig jön? Nem, szerintem utóbb fogod őket érni. Biztos, hogy nem. Annyira messze vannak, hogy hihetetlen. Annyira már nincsenek. Az alagút, a visszafordító végén vannak. Hoppá, de, most kiment. Most megy ki. Leclerc most szedi össze a mezőnyt. És nyomja már neki. Két Ferrari, 1-2, hát igen. Mostantól nyomja neki. De megnéznék egy akkora... Azért, hogy mindenki egymásba megy. Ja. Senki nem kap pontot. Jó, kapnának attól még. Drive-thru penalty, valamit kaptam. De hogy most ezt miért, azt nem tudom. Nem tudom. Ki nem megyek. Ettől féltem, hogy itt eső lesz, hallod? Igen. Ezt az egyes kanyart olyan kézenfekvő levágni amúgy. Nagyon. Milyen DRS to overtake? Milyen DRS, jó gyerek? Ja, IRS, jó? Overtake-re azt mondja. Jó. Szóval pussolj! Jó, hát 13 másodperc büntetésem a haver, de pussolok én, tehát hogy...
Istenem, ugye már vége. Ugye, az utolsó most ment be az alagútba. Vágom, látom én is már őket a izé minimappen. Egyszerűen nem merem ezt lövelni teljes teligázzal. Már. Érintem a kanyarcsúcspontot. Strike through penalty, search penalty within next. Jó. Ezt olvassam is még el, bazd meg. Hát akkor azt letöltjük. Nekem igazából már úgyis mindegy. Ja, be kell stop and go-t kaptál? Ezek szerint, de hogy mire azt én már nem tudom. Egyszer csak beírta, hogy kapsz ilyet, ezt kész. Jó, van cserétek le, úgyis van. Hát de nem kaptál, vagy nem... Nem, most írta, hogy szolgáljam le. De nincsen. Nem, a franc, nem volt. De soha teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Annyira mindegy, hogy elmondani nem tudom. Úgyhogy igazából én letöltöttem, én most arra mentem rá, amikor bejött az eső, hogy végig menjek egyáltalán, érted? Aha. Hát, én már abszolút elengedtem azt, hogy most pont szerzi, valami van a, ja, csak a visszafor, mi az ott? A sikánnál. Semmi. Hát jó van, srácok, hát ez így sikerült, ahogy sikerült. Igen, ez most egyikünk se lett jó. Fú, de nagyon nem. Nem. De legalább végig mentél. Hát azt legalább elmondható, igen. De... Hú, srácok, ez gyilok volt. Mi a fasz? Igen. Aha! Ugye itt a végén nem mész végig. Dehogy nem! Igazából számít, hogy végig vagy nem, őszintén. Te azt akartad, azt mondtad. Magamnak számít, de amúgy meg senkinek nem számít semmit. Hát de magadnak számít. Hú, srácok. Ott van megint, drive-thru penalty, surf penalty. Azt mondja, hogy ebből a körben nem megyek ki, akkor ki fognak engem baszni. Na, akkor basszanak. Hát de most ez mi már? Ma hanyadszor jövök ki? Ja, Istenem. De nem kaptál stop and go-t. De most is bemondta nekem, hogy ha nem mész ki, és nézd, nincs semmi. Akkor nem azt mondta, ha nem mész ki, akkor hozzáadják az idődhöz? Nem, azt mondja, hogy you will be disqualified, ezt mondja. Tisztán hallom, hogy ezt mondja. Na mindegy. Nem értem. Most már aztán azt hiszem, hogy letöltöttem, jó? Előttem is rácok, bazzeg diszkvalifikál, akkor én nem érdekel, meg fogom magamnak adni, hogy végigmentem. Na gyerünk, Isti! 44 másodperc. Milyen 44 másodperc? Dolgozz le! Jó! Csinálom. Megyek egy hotlepet, tesó! Gyerünk! Rich! Azaz! Bemelegítetted a gumikat. Azaz! Fél, teriyaki! Hoppá, nem nagyon volt ez teriyaki. Bazzik, de amikor akarnám, hogy dobja, akkor még nem dobja ki. Igen. Na, srácok, mellettem már itt láthatjátok a tabellát. Így történt. Én valószínűleg leestem most brutálisan. Lehet, hogy már rajta sem vagyok. Nem tudom. Csodálatos volt ez most. Igen, ez így szarul jött ki sajnos. Na, ez van. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ha tetszett egy lájkot nyomjatok. Hello, hello, szevasztok! Hello! Hello! Az életem versenye volt. Azaz! Na gyerünk! Legyen lila szektor! Oké. Most kurnám úgy oda. Tudod, hogy ritály, most! Hoppá! És még itt a cél egyenes előtt. Hát itt tényleg neki kurod amúgy. Nem. Na, srácok, utolsó nem lettem. Mert az Patrick lett. Így van. Jaj,
Jaj, pedig basszus, volt egy pont, amikor 17 voltam, valami. Volt egy, amikor nagyon jól beszúrtam ott a visszafordítónál. De aztán jöttek a kis hibák, sérülések, azt lenni, hogy lehet. Nálam is itt a tabella, a srácok, láthatjátok, ott, pontosan ott előttem, velem szemben, ott van a tabella. Csekkoljátok le. Mondjad? Ja, hol folytatjuk, Patrick? Mi lesz a következő futam? Mit tudom én. Mit tudja ő? Majd valahol. Sziasztok, srácok! Köszönjük szépen, hogy tudok ki lehet az out. Ró, remélem srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.